Na, hello, sziasztok srácok! Egy újabb kis videóval érkezem, ami igazából egy köszönéses videó lesz, illetve ismerkedéses videó. Minapokban volt itt egy kis vita a Discord szerveremen, ahol ez a Gulikorcs, Guli, igen, beküldött egy videót, ahol igazából egy másik YouTube-os srácról küldött nekem videót, ahol szóba kerültem, egy nézőm beírta, hogy ismere engem. Át is kapcsolom élőképre, nézzük is meg ezt. És hát nem élőképre, hanem a másik képernyőben átkapcsolom. Nézzük is meg, tehát a Dunántúli, mi ez? Dunántúli MGTS-t a srác. Ő azt hiszem, hogy csinál ilyen élő videókat, még régebben, mint hogyha én láttam volna. Annyira nem túlzottan nézegettem, mármint, hogy dolgozik gépekkel, meg mit tudom én, meg hogy ott nő fel, meg stb. Stb. Nézzük is meg, hogy miről volt szó. Valahol Milán beírta, hogy ismer engem itt az élő chat még. Valahol, figyelj, mutasd nekem egy jó MTZ-t. Az Ádám Laciét Mr. Papiék csinálták, tudtad? Na és erre jött a reakció. Hallgassuk meg. Igen. És az vagyok, azt mondja, hogy ismerünk mindenkit. Így van, hát nem ismerünk mindenkit. Keresünk már rá, bakit engem ilyen. Bálintom. Bálintok már, kicsit vissza kell tekerjem. Bálintom. Körülbelül. De ugye a sárküzinek is benne van a keze. Várjatok, ez valahol itt indul az egész dolog, ami nekem egy kicsit olyan fura volt így a sráctól. Nézzük. Jó, öreg, meg a kávé, na akkor máma nem lesz máma normális. Ah, hessük meg. Ádám Lacét, Mr. Papék csinálták, tudtad, de... Figyelj, én nekem csak egy nagyon-nagyon egyszerű kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, ő Milán. Ki a faszom az a Mr. Papi? Erre az én kérdésem, és te ki a faszom vagy, testvérem, most őszintén. Te ki a fasz vagy, vagy ki a geci, 34 ezer feliratkozóval, amiből adjuk, igen, de tovább. Egy, az ki a tököm? Ki a tököm? Hát bazd meg, egy videós, mint te, meg egy live-ozós, érted? Hallottam valami, hallottam már nevét, de hogy az kicsoda? Hallottam nevét. De ugye a sárküzinek is benne van a kérdés. Azt sem tudom, hogy honnan, de hallottam a nevemet, de ki a faszom az? Tehát, hogy ez a stílus tetró, ez szerinted az normál? Kovoly stíl. Az öreg már itt a permabant adott itt a Raklónak. Aki állítja, hogy 44 éves, közben 12 körül. Egy magyar... Húha, ezek a lagok után belső nézet, gondolom, hogy az nem nagyon bírja a gépet, te sósz. Elsősorban. Na ez most egó volt. Tehát az van rendesen egó. A játék színetel. De nézz. Bálintom. Csá. Bálintom, az öreg akarta keresni a instádat tegnap, csak nem találtam. Én se találtam, mondjuk. Tehát jelölt bába az öreget a instán. Én beírom be ezek, hogy Mr. Papi. Aha, így dobott, úgy, akkor már rám keres például. Ja, hogy eze. Eze. Ez én vagyok, szív. Hát, ki írta, hogy videós? Ja, hát... Ez mindent elárul amúgy, hogy mennyire... Ne is alagudj meg, testvérem, augusztusban kezdtem, hobbiként csinálom, nem remegek a pénzért, mint te, mint ahogy látszik is a kijelző, hogy próbálom magadnak a műsort keresni. Igen, amúgy köszönöm szépen a szponzorációt, hogy így megmutattad, azóta lett plusz 6 feliratkozom, nagyon rendes vagy, igen, hallgatlak tovább. De videós, de én nem bántok senkit, mert én is egyszer elindultam valahonnan. El, igen. Na várjál, egy fontos kérdés. Hát mert ugye, mert a fácán kerti TS-ről lett csinálni. Jó, internetet meg vegyél valahol, mert ez eléggé ratyi. Az érdekel, hogy van-e izé. Beszélj itt benne, mert ha nincs, akkor nem érdekel a iratok. Hogy volna te hülye gyerek, ezek csak videók, bazd meg. Nézd meg az élőket, ott beszélgetünk. Ott van nézői játék, stb. Ott beszélgetünk. Igen? Elég, hogy nem volna elég, mikor interneted meg nincs, mert megy a live. Na,
Vagy köttetek már be egy 2000 megabites, mert nekem a 100-as többet bír, mint ez itt évedbe. Videó igen? nézettségben mi a izé? Videó nézettségben 1000 megtekintés az lófasz. Ezer megtekintés, tesó. Most nézem a videódat. 34.000 feliratkozód van, és van 1109 megtekintés, vagyis 1900 megtekintésed 5 nappal ezelőtt. Tesó, számold már ki a százalékokat, jó? Vagy osszál, szorozzál, hogy nekem van 580 feliratkozó, akinek nagyon örülök, neked meg van 34.500. Tesó, azt van 2000 megtekintésen, jó szándékkal. Akkor miről beszélünk? Igen? Értem én, hogy nagy értem. Videósok tartjátok be. Ja, hát nagy videós, nem vagyok nagy videós, én csak pusztán van egy csapatunk, játszunk és el vagyunk, hogy ezt is úgy tisztában legyen vele. És mivel barátaim megkértek rá, hogy mi volna, hogyha élőznél papi, gondoltam, hogy elkezdem tovább. Mi kis falu premier az meg a kareszé. Így van. De mindegy. Ez ebben mi van? Van akkor valamelyik még... mindegy, most nagyon, na. Van valamelyik live, mindegyik live-ban van egyébként, nem tudom ki volt az új, aki ezt itt. Ja, nem voltál világ, de mindegy, mindegyik live-ban beszélek. Jó, szóval, na, visszatérve rátasom, hát én nemrég kezdtem, én nem is a pénzért remegek, nem is azért ülök ide, hanem szórakozásból, mint ahogy most így kivettem ebből a fellengzős dumátból, amit itt elnyomsz, én arra gondolok, hogy te szeretsz így a pénz felé hajlani, meg a show-t keresni, hogy mivel tudod megnevettetni a nézőidet, mert igazából újdonságot nem tudsz bemutatni. Egyébként nagyon jók a videóid, mert most belenéztem, tehát amikor így élőben dolgozol, ez tök jó, de most csinál tovább, ez nagyon jól áll neked, de ez a fellengzős bumba, ez annyira nem, ez nekem nem jön át. Egyébként Becses nevem Slanszki Miklós, bejelölhetsz Facebookon, akár beszélgethetünk is, hogyha gondolod. Nagyon örülök neki egyébként, hogy dobtál egy kis szponzorációt. Figyelj, nekem ez nem az életem, hogy videós legyek, meg nem is leszek az, meg nem is akarok az lenni, mert alapvetően én, nekem vannak az életben más dolgaim, szóval ja, ez csak egy ilyen hobbi, milyen szeretem a farmingot, a TS világban nőttem fel apám mellett, és tulajdonképpen ennyi. Tehát, hogy szeretek ideülni, ezért vettem korbán, stb. Gépet, mindent hozzá, hogy jó érezzem magamat, úgyhogy ez a válaszom neked. Remélem érthető voltam, meg ez a kis videó sem fog téged bántani, mert remélem, hogy nem. Ezek egy ki a faszom, tehát, hogy ez most így live, oké, okay, nagy fellengzős duma, de szerintem ezt engedd el, mert nem illik a stílusodhoz, mert amúgy egy csöndes gyerek vagy, ahogy a traktorokba ülsz, meg nem nagyon járt a szádat annyira, hogy annyira kőkemény lennél, úgyhogy igazából ennyi a hozzád való fűzni való. Még egyszer megköszönöm a szponzorációt. És nézzük tovább. Van itt nekem valami. Mi a neved? Messenger, ugye itt nem jelölsz be. Igen. És van nekem itt valami, ami megszúrta a szememet. Méghozzá... Kérdés. Méghozzá... Úgy látom, hogy itt is van. Ezt ki is nagyítjuk. Itt a guli. Ez a kork. Tehát, hogy úgy mindenki értse a dolgokat, 13 éves, azt hiszem Milán 14 éves, meg feltelekült is fiatal, van neki gazdaságok, izé, traktorjuk, mindegy. És itt látszódik, itt, Guli, látom Milán, nagyon bele vagy zúgva Mr. Papiba XD. Na látjátok, ez a kis korcs azzal érvel mindig, hogy ő nem kötekedik. Hát akkor ez mi a faszom? Fogja magát és beleköt egy 12 éves srácba, tehát, hogy bele vagy zúgva. Miért volna belém zúgva? Azért, mert szereti a videóimat, te korcs. Érted? És élvezi azt, amit csinálunk. Ha lenne PC-je, jönne ő is, és játszana velünk, mert többet tekintek egy ilyen srácot, mint téged. Érted? Kicsi korcs. Tehát, hogy ez meg neked szól. Szóval itt is látszódik, hogy te gyászed, kis hazugláda, kis undorító, kis féreg vagy, és mindenkivel baszakszol, majd szépen te ezt így megpróbálod eltusolni. Hát szerintem ez eléggé unszimpatikus dolog az embereknek, meg hát, tehát ezzel is bizonyítod, hogy mekkora kors vagy, tehát amit ott nálunk ott az üzenőfalon elpróbáltál lejátszani, hát az se jött össze, persze védekezhetsz te, meg bújhatsz mindig valaki mögé,
De hidd el, hogy nem sokáig fogsz, mert rossz emberbe kötöttél bele, tehát hogy fogok róla gondoskodni, ne legyen neked ez olyan jó, meg fogod is kapni tőlem az ívet, tehát hogy érezd a törődést, te korcs, mert ugye én korcsnak hívlak téged, mert most összehoztál egy mappot, amit összehoztatok, vagy hatan, mert hárman csinált, de hogy hárman csináltátok, nem baj, a birkaolba még a live-on keresztül is látszódik, hogy a sötét birkaolba 3 méteres mű van, bazd meg, ne törődj vele, ezeket majd kijavítgatod. A másik meg az, hogy tehát, hogyha már csinálsz egy térképet, akkor oké, hogy te a Google térképről lemásolod a földeket, meg stb., de a környezet nem is az. Tehát, hogy én ugye szoktam Fehér Tom motorozni, meg mint ahogy elmondtam neked már egy párszor, szoktam a Sörfeszten részt venni. Tehát, hát kicsit tévedtél ott a dolgokba. Szóval, hát igen, tudsz hülyének nézni embereket, de például engem nem fogsz hülyének nézni, aki ott él. Tehát, hogyha már valami mappot kitalálsz, akkor meg elnevezette konfejért, akkor próbáld meg ugyanolyanra megcsinálni, jó? Kis csíra gyerek. A másik meg az, hogy nem sokára jön augusztus is, tudod, hogy nem felejtettelek el. Úgyhogy, ja. Szóval itt is látszódik, hogy te vagy, aki generálja a hülyeséget, meg te vagy, aki kötekedsz, és mindig próbálsz csak úgy a háttérben, nem, te akkor valamelyik korcsot onnan mellőled küldött. Hát ez olyan, tudnák még egy nevet mondani, aki ugyanilyen, mint te, de nem baj, nem baj, kisfiú, a faszra rá fogsz szaladni. Na, ennyi lett volna egyébként ez a kis videó, hogy reagáltam a Dunántúli TS-nek, hogy ki a faszom ez, én normálisan bemutatkoztam. Köszönöm szépen. Hát ezt a guli korcsot meg tehát továbbra is ugye itt is látszódik, meg ami volt vita, arról is tudnánk beszélni, csak onnan kitörölték a csetet, hogy ne látszódjon, hogy ez a senki házi korcs, miket írkált be, hogy utána ő tudjon hazudozni. De hát az volt a baj, hogy Balázs meg pont végignézte Varlocknak a videóját, mert ugye ő meg ugye már máskor is küldött Varlocknak videó, térképet, meg stb. Stb. Szóval, ja, ő meg pont ott volt és végigolvasta, tehát ő igazából Balázs kelt ki magából, ez miatt a kis senkiházi egytökű idióta gyerek miatt, úgyhogy ja, és aztán azért lett ez a cirkusz. Nem baj, annyit szerettem volna, hogy ezt is lássátok, meg hát igazából tényleg a srácnak is, így a becsef nevét én sem tudom, mindegy, én bemutatkoztam neki, még egyszer tényleg köszi a promót, csak úgy akartam, hogy elmondom ezt a dolgot, hogy tisztázzuk egymást, tehát, hogy én nem pénzért remegek itt, én nem azért csinálom, mert nekem kellenek a feliratkozók, ha nekem 3 feliratkozom volna, és abból egy nézne, én annak is örülnék, szóval tulajdonképpen, mit mondjam, ezt nem tudom mivel, tehát az, hogy a megtekintési arányokat, hogy nekem van 1000 megtekintésem az 500 feliratkozóra, neked a 34.500-ra meg van 1900 megtekintésed, szerintem itt nem nagyon kellene köpködni, nekem átlagosan élőben van 8-10 nézőm, a te élődbe hagyjuk, szóval 34.000 feliratkozóval, úgyhogy, ja. De már volt olyan lávó, mint volt 50 ember, plusz még hozzáteszem, hogy ez is tisztázban legyen, ugye én a német, mint amit látjátok is, Premium DE, tehát a német YouTube-on vagyok, tehát engem a németeknek hamarabb feldobál, mint mondjuk a magyaroknak. Tehát, hogyha görgeted a izét, vagy beírod, hogy FS22, nem engem fog először feldobni, hanem a magyar videósokat, engem a németeknek dobál, akik természetesen nem fognak bekövetni, miért kövessen be, amikor magyarul pofázok. Ennyi. Tehát, hogy ennyi az egész dolog. De nem is kell, tehát nekem bőven elég ez is, így is vannak. Sok kérdésre kell válaszolnom, így is sokat beszélgetek a nézőimmel, úgy privátban is, úgyhogy nekem bőven teljesen elég ez. És mégis őt én ennek is nagyon örülök. Úgyhogy ennyi lett volna. Na, srácok, ez csak ez a kis videó erről szólt. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, hello, hello.